A Szekszárdi Garai János Gimnázium 28. alkalommal adott helyet a Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzversenynek. A megmérettetés egyfajta diák találkozó is egyben, cél, hogy minél több helyről érkezzenek diákok, beleértve a határon túli településeket is. Idén Kassáról, Nagyberegből és Kolozsvárról jöttek tanulók, a szervezők változatos, izgalmas feladatokkal várták a versenyzőket, akik Svédország és Finnország geográfiájából mérték össze tudásukat. Írásbeli fordulókkal fog kezdődni a mai nap, majd pedig az írásbeli fordulók után pedig el fog dőlni az első 7 helyezett sorsa, és utána a 8-tól 20. helyezett egy úgynevezett szétlövés, mi csak így hívjuk, szétlövésben vetélkedhet még a 8. helyért, ugyanis 8 fő jut a döntők döntőjébe majd délután, és ott pedig már javarészt szóbeli feladatok lesznek, illetve tippelés, pontrablási lehetőségek, tehát az idegenvezetés az talán egyetlen egy hasonló jellegű földrajzversenyen sincs idegenvezetés. Ez úgy néz ki, hogy előre kiadunk a 8 versenyzőnek 8 témát. Természetesen mind a 8-ból fel kell készüljenek, mert ugye sorsolással dől el, hogy melyik képzeletbeli útvonalat kell virtuálisan bejárni, és mint egy idegen vezető tájékoztatni, hogy az adott útvonalon milyen érdekességek, látványosságok, természetesen elsősorban földrajzi különlegességek vannak. És ez alapján dől el a végső sorrend. Tavaly ősszel Nagy-Britannia volt a téma, idén viszont az északi országok földrajza szerepelt a feladatok között. A diákok körében népszerű feladatnak bizonyult a virtuális idegenvezetés, amikor előre megadott útvonalon kellett egy képzeletbeli turista csoportot végig kalauzolni. Itt a versenyzők számot adhattak arról, mennyire ismerik az útba ejtett vidékek természet és gazdaság földrajzi jellegzetességeit és egyéb turisztikai érdekességeit. A forgatókönyv, a feladatok felépítése az azért évről évre már jól bejáratott metódus szerint működik, hiszen a zsűri elnöke, aki egyben az első forduló feladatlapjait összeállítja, a döntő feladatait összeállítja, és le is vezényli a döntőt, dr. Gyurica László Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Földrajzi Intézete turizmus tanszékének a docense, most már 20 éve ő a szakmai partnerünk, és ő rábízzuk a feladatok összeállítását és minden tartalmi kérdést, úgyhogy nagy felelősség van a vállán. Minden diák elismerő oklevélben részesült, illetve ajándékcsomagokkal is jutalmazzák a szervezők a megmérettetésben előkelő helyezést elért versenyzőket. A legnagyobb, de fizikailag a legkisebb csomagot a győztes kapja, ugyanis csak egy utazási bont fog kapni. Terveink szerint egy 150 ezer forintos külföldi utazásra jogosító bont, amit az idei év során valamikor fel tud használni. Ezt a Gyurica tanárúrral tudja egyeztetni, egy meghatározott utazási irodán keresztül kiválaszthatja. Ezek mind földrajzos szakmai utak, tehát nem ilyen klasszikus nyaralós turista utazások ezek, hanem földrajzos tartalommal megtöltöttek. Az első helyezettnek járó díjat Ambarus Egyed András kapta, aki Kolozsvárról érkezett, tavaly már részt vett a versenyen, akkor harmadik lett.